Köszönöm szépen, és a mai tamburás találkozó utolsó sorszámon megkezik. A Meserja Együttes a Terepivatai Művészeti Iskola növendékei Ankalászló vezetésében. Egy rövid ismertetőt mondanék az együttesről, de aztán megkérem Lacit, hogy kérem egészítse ki és aktualizálja felolvasottakat, illetve mesél a műsorról is. Együttesünk a Pomázi Terepivatai Művészeti Iskola egykori és mai növendékeiből tanáraiból alapul. Kezdetben Mondáncsicsi Bocskolocskák néven bűnöltünk. Miután kinőttük a bocskolocskákat, 2007-ben felvettük Pomázi legszebb módja után a meseliakkel. Célunk a Pomázi környékbeli és a történelmi Magyarországnak népzenei hagyományának ápolása, valamint a tamburás magyar népzenei újbóli megtanúsítása, mivel egykor a környékbeli tamburazenekarok repertoárjának is része volt a magyar népzenei. Thank you.
pár szót szóljak a műsorunkról. Ahogy hallották is, a műsor első része egy magyar blokk volt. Ez egy vajdasági magyar blokk, Mohorról és Kerülőről. Az érdekesség az, hogy ez az ottani farsangi szokásokhoz kapcsolódó, igazából farsangi dolgok voltak. Az első két dal, amit a szövegén nekem, az farsangi mulatságnak a része volt. Tehát előképpen a mulatásról, a borról, a minden szépről, jóról szól. A műsor keresztül részében viszont egy olyan szokás, népszokásnak a dalamkincséhez nyújtunk, amit itt környékünkön mindenki is van, az ország távolabbi részén viszont nem nagyon. Akik valahogy is jártak szerbek laktak településeken a környéken, feltűnhetett nekik, hogy a házakon koszorúk vannak kitéve. Ez az úgynevezett ivánszki koszorú, vagy ivánszka szvétje. Azt kell róla tudni, hogy Szent Iván napján a lányok kimennek, vagy már talán előző nap, kimennek a mezőre, összegyűjtik a Szent Iván napi virágot, vagy ahogy magyar úgy hívják, ez a tejoltó galaj, vagy a latin neve, hogyha valakit jobban érdekel, az és ebből a virágból, nagyon szép sárga virág, mindenki ismeri, egészen biztos vagy benne, de ebből a virágból vannak nagyon szép koszorút, és felszítik bele a házakat. Még egy sajátos szimbóluma van ennek a koszorúnak, hogy például annál a háznál, ahol eladó lányok vannak, ott a koszorúban bizony még rózsát is beletűznek, érezve azt, hogy érdemes arra kacsingatni egy kicsit a legényeknek, mert ott talán van valami keresni valójuk. És ennek a koszorúnak az igazi népi és talán polgár fogány eredetű jelentése az, hogy megóvja a házat, a bennélőket mindenféle kártól, bajtól, tűztől, villámlástól, vihartól. És ezzel a koszorúval nem csak a magát a házat díszítették föl sok helyen, hanem az istállóra is tettek, vagy még akár kútra is. És amikor a lányok ezt a bizonyos virágot gyűjtötték, akkor és fonták a koszorút, akkor énekelgettek is hozzá. És a most következő kis dalcsoportban részben ilyen dallamok is elhangzanak, jelenleg csak egyetlen egy dal fogunk énekelni, a két leányunk hagyományhoz híven, ugye ha már egyszer ivánnapi koszorúról van szó, akkor ők fogják ezt az ivánnapi dalocskát elénekelni. És az a lényege, hogy ez a szokás általánosan ismert, nem csak a szerbeknél, hanem általánosságban délszlávok, úgy mondanám. Annyira, hogy a Bánáttól, ami ugye, ha délszlávokra beszélünk, szerbagosságú, egészen Horvátországi Szlavóniáig általános és ismert dalok fognak elhangzani, úgyhogy fogadják tőlünk szeretettel.